Kül Lajos az Aranycsapat Alapítvány elnökének meghívására Minden Szentek ünnepén, halottak napja előestéjén Maracskó Tibor öttusa világbajnok is lerótta kegyeletét az 1952-es Helsinkiben megrendezett olimpia magyar hőseinek egyedülálló sikereit megidéző Melokko Miklós emlékműnél. Gyönyörűséges emlékmű hirdeti az idők végzetéig, kérem, nagy tetteiket, óriási tettőket, kérem, amit meg se tudtunk közelíteni. Se annak előtte, se annak utána nem volt, nem jártak a közelébe. És kérem, egy darabig úgy tűnik, hogy hát nem is lesz könnyű elérni ezt. Nem is lesz könnyű elérni. De ők ezt megtették, és egy olyan háttérbe, olyan történelmi háttérbe, ami katasztrofális volt. A 20. század legsötétebb idejébe, periódusába voltak. Maracskó Tibor számára az ötkarikás játékok bajnokai és résztvevői mindenkor a tehetség és az elkötelezettség példái, és mindenképpen meg kell őrizni, illetve továbbvinni a szoborba álmodott olimpiai eszmét, hogy a fentről figyelők is részesülhessenek a sportot a csodákból. Teljesen természetes, hogy főleg ugye én Fehérvárra hazajövök, és nagyon örülök annak, hogy ide került ez az emlékmű, az 52-es olimpiai bajnokok és helyezetteknek a névsorával. Hála Istennek, így reggel végig gondoltam, mikor elindultam, hogy hányat ismertem ezek közül még életében, amikor még versenyeztek is, és hát nagyon hosszú volt a lista, úgyhogy nagyon sok és nagyon szép emlékem van ezekkel az emberekkel kapcsolatban. A jövőbeni cél, hogy az ötkarikás játékokra induló magyar sportolók az emlékműnél mondják el olimpiai esküjüket, mint egy megerősítve a múlt tiszteletét és komoly jövőképet mutatva a jövendő bajnokainak.